Itt vagyunk a Burok című Skiffy premier előtti bemutatóján. Hallottál-e már Stephanie Meyerről, és hogyha igen, olvastad-e valamelyik könyvét? Nem, és nem is olvastam, viszont a Burok az itt van a fejemen hajformájában. Igen, én ismerem, és én olvastam a Twilightot meg ezt is, és ez nekem sokkal jobban tetszett, és én nem is tudtam, hogy ebből film lesz. De nagyon örülök, olyan izgatott vagyok. Nem olvastam, viszont az Alkonyatnak az összes részét láttam, és nagyon-nagyon szeretem, úgyhogy nagyon nagy izgalommal várom ezt is. Én bevallom, csak most tudtam meg, mire jövünk. Csak tudtam, hogy ma este van egy bemutató, és Gyuci mondta, hogy jön, és nem akartam otthon dögleni, úgyhogy gondoltam, eljövök, de most örülök neki, hogy megtudtam, hogy ki írta. Igen, én az Alkonyatot is olvastam, mind a négy, azt hiszem, négy része van, négy részét, és a Burkot is olvastam, és nekem a Burok az nagyon tetszett, és igazából ez a kedvenc könyvem. Őszintén szólva még nem. Én arról tudok, hogy az Alkonyat, ugye, ő írta az Alkonyatot, azt viszont láttam, és azt nagyon szeretem mindegyik részét, úgyhogy úgy gondolom, hogy ez is nagyon jó film lesz. Szereted az Alkonyat filmeket? Nem a kedvenc filmjeim, én szeretem őket, de kicsit már túl van már gondolva ez a dolog. A Burok remélem, hogy hasonló sikert ér el, mert szerintem ez a történet egy nagyon ütős történet, és ugyanúgy van benne szerelem, mint az Alkonyatban. Én nagyon-nagyon szeretem az Alkonyatot, a kedvenc részem egyébként az esküvős jelenet volt, szerintem nagyon megható volt, ahogyan a színésznő eljátszotta ezt a pillanatot. Én szeretem az Alkonyatot, mégpedig ennek olyan története van velem kapcsolatosan, hogy az X-Faktorban, amikor voltam, és én legelőször ott néztem meg a lakásba, mégpedig egy esti, éjszakai próba után néztem meg, és úgy volt, hogy három rész volt ott a videótárba bent nekünk, az egy-kettő harmadik rész, és én egymás után éjszaka megnéztem mind a három részt. Én egyébként szeretem, amikor még pár évvel fiatalabb voltam, akkor nagyon-nagyon rajongtam. Most, hogyha mondjuk esik az eső, és nagyon rossz idő van kint, és be akarok kuckozni, akkor biztos, hogy megnézem, de már nem vagyok a vámpírokba szerelmes, mert ezt kinőttem. Megnéztem az összes Alkonyatot, ami létezik. Én szerintem most nagyon jó riportalan vagyok, mert egy Alkonyat filmet se láttam egyébként, úgyhogy hát nem mondanám, hogy jövő, holnap lediplomázom ebből a témakörből, de hát tudom, hogy nagyon szeretik a lányok ezt a vámpíros dolgot, meg gondolom a szereplők is nagyon jóképűek, szépek. Egyébként ez így is van, úgyhogy remélem azért nem fogok unatkozni, és tényleg nem fogsz. Hát, Júci. Nem is még. Úgy. Itt a skifi és a romantika keveredik a filmben. Mit szólsz ehhez? Szerintem izgalmas. Én nagyon várom, mondom, biztos, hogy jó lesz. Szerintem nagyon izgalmas lesz, amit kaptunk leírást róla, hogy ugye lesz benne akciójelenetek is lesznek, és lesz benne egy love story, egy szerelem story. Úgyhogy kíváncsian várom, nem tudom, biztos, hogy jó film lesz. Én szeretem a romantikus filmeket is, de az inkább a barátnőm, a romantika, én pedig a skifit. Nézd meg, kicsit olyan vagyok most így, hogyha így csinálok, mint hogyha én egy ilyen földön kívül lennék. Írtózatosan örülök, mert ez a kettő a kedvenc műfajom, hát inkább romantika, de a skifi is nagy kedvencem. Én mindenben csak a romantikát veszem észre, hogy mi valaminek a műfaja, fogalmam nincs. Nekem egyébként tök mindegy, ha tetszik, meg egyébként kikapcsol, az a lényeg, hogy két órára kikapcsoljon. Kifog, úgy érzem, hogy nekem teljesen mindegy. Peti? Én nagy science fiction rajongó vagyok, tehát én most egy kicsit örülök neki, hogy ezt így említetted, hogy ez egy science fiction. Hát mondjuk a romantikus, igen, szóval nem mindenkről állok romantikus filmekre, de mondjuk én a Szárnyas fejvadászra gondolok, vagy a science fiction címszó alatt, nem tudom, hogy ez olyan lesz-e. Az elnyomók és lázadók küzdenek egymással, te melyik lennél inkább? Hát, hogyha rossz ellen kell, akkor a lázadó vagyok. Mindkettő. Kicsit lázadoznék is, de azért... Nem, én lázadó vagyok. Nézd csak rám. Biztos, hogy lázadó lennék, hogy azért alapból is szerintem lázadó vagyok, de az elnyomóknak nagyon jó a stylingja, azt nagyon-nagyon bírom, de biztos, hogy lázadó lennék, mert ugye egy testben van két lélek, és a lánynak két szerelme is van, ami azt jelenti, hogy egy test és két fiú. Nem tudom, fasz. Megnézem a filmet, utána kérdezd meg. Hát lázadó, mindenképpen már koromban is kifolyólag. Hát elnyomóknak egyébként nem is tudom, hogy van-e olyan
aki tudna elnyomó lenni, ez furcsa. Hát nyilván az ember lázadó szeretne lenni, tehát nem elnyomó, az azért az elég olyan, hát olyan szörnyűséges dolog. Ugye volt dress code a mai estére, fehér vagy a föld színei, te mennyire követed így a divatot, van-e kedvenc színed így öltözködésbe? Én a pasztelszíneket nagyon szeretem, úgyhogy inkább ilyenekbe szoktam lenni, mint például most is egy ilyen krém színűben. Hát próbálom követni a trendeket, de úgy különösképpen az számít, hogy én jól érezzem magam benne. Vannak kedvenc színeim, igen, nekem a barna, a kék, fehér, fekete ezek a színeim. Hát próbáltam most is a föld színébe jönni, ilyen barnás színekbe. Úgyhogy hát szeretem követni a divatot, és hál' Istennek most már egy kicsit jobban meg is tehetjük. Örülök neki, hogy volt dress code. Azt hiszem látszik, hogy nem olvastam, hogy dress code. Szerintem mennyire követem a prospektuson a kisbetűs részeket. Hát nem követtem. Egyébként a divatot sem annyira. Próbálok kitalálni egy sajátot, vagy hát ami a szívemből jön, azt adom. Van kedvenc színed ruhába? Imádom a színeket. Türkiszt talán. Engem érdekel a divat, de egyébként nem azt mondom, hogy mindenben követem, és hogy amiben jól érzem magam, meg amire én azt gondolom, hogy jól áll, azt felveszem. Egyébként itt a dress code a fehér volt, na most én sem vagyok fehérben. Nálam elképzelhetetlen, hogy minden fehér legyen rajtam, hogy így is egy kicsit úgy érzem magam, mint aki a műtőben jön, vagy megy. Hát igyekszem jól kinézni, trendet nem követek, inkább a saját stílusom és a saját érzéseim tükröződnek az öltözködésemen, amennyire tehetem. Hát fehér, ezek a hajtók, azt hiszem a hajtók vannak fehérbe, hát egy kicsit ellentmondásos most, amit mondtam, hiszen hogy öltöztem, de most ezt találtam ki. Úgyhogy szeretek öltözködni, szeretem, hogyha a feleségem is jól néz ki, a gyerekeim is jól néznek ki, úgyhogy köszönöm szépen, akkor jó szórakozást kívánok, és hihessünk, hogy lenne késjük a filmet. Bizony, én is köszönöm. Sziasztok! Ha profi fotókat szeretnél, választ Kasszás Bencét. kasszásbence.hu objektívfotó.hu. Hogy mindig pontosak és divatosak legyünk, partnerünk divatórák webáruháza.hu. Kövess minket Facebookon is! Média partnerünk